Sziasztok! Strezi vagyok, és a péntek következő epizódjával jelentkezem. Két fő témáról fogok beszélni. Egyik a bicikli, állandó téma. Remélem egy időre most már tényleg az utolsó fejlesztések és a tapasztalatok vele. A másik pedig egy téma, ami elmondtam, és volt, aki ezen meglepődött. Ez pedig egy egészségügyi téma lesz. És lehet, hogy ez másoknak is fontos. Hogyan voltam én egy aszmás, hatkeresztes allergiás, ezt ugye így mérik az allergia fokát, tehát hatkeresztes allergiás sok minden, és hogyan lettem ebből egészséges, sportos felnőtt. Jó, kezdjünk is neki. Bringa, Canyon Stoic végre összeállt. Nagyon jó, nagyon szeretem. A legutolsó ugye, fejlesztések ugye előre-hátul megkapott egy ugyanolyan fék tárcsát, új fék tárcsákat, 200-asan elő-hátul. Nagyon jó, nagyon kontrollálhatóan működnek ebben a régebbi 785-ös Shimano egydugattyús fékekkel is. Bőségesen elég a fék erő. Amit teszteltem legutóbb Tatabánya, ugye Turul, onnan lefele a lépcsőn, ez több mint 500 lépcső, és igen, meredek, meg lehet oldani ebből a biciklivel, és olyan stabilan veszi föl, hogy végre egy bicikli, amin azt érzem, hogy nem bántom vele, hogyha lépcsőkön megyek. Nagyon-nagyon stabil, nagyon megbízható, nem zörög, nem lötyög, tehát nagyon-nagyon tetszik. A gép, ugye talán még nem láttátok, összeállt ugye a Rental pilótafülke, megjött a Rental Fatbar, ez ugye nem a light-os verzió, hanem a teljes erejű, ugyancsak ehhez a stucni is, nagyon szép, ilyen arany színű, ami megy kb. A váznak a feliratához is. Ugyancsak a másik dolog, lecseréltem, ugye jött egy Garnitura XT pedál és cipők, és ebben most készen a bicikli, mondhatnánk. De, ugye még mindig 130-as elől a telunk, egy 130-as spike-ról beszélünk, aminek ugye itt a tesúja, ez egy 150-es, 27 és feles spike, és azt tervezem, hogy a kettőből együtt csinálok. Nagyon jó tippeket adtatok, hogy mihez is kell hozzányúlni, hogy egy 130-as telóutat igazából akár ebbe is 150-esre lehessen növelni. Beszerzem majd a hozzá szükséges szerszámos, sajnos olyan nincs, amivel a belső zégelgyűrűt ki lehet pattintani, de bízom benne, hogy igazából minden ilyen szerviz nélkül a kettőből tudok egyet csinálni, bár ugye ha ezt átrakom, akkor ennek is a nyakát le kell vágni rövidebbre, meglátjuk még, hogy melyik utat választom, de úgy látom most, hogy valószínűleg a kettőből tudok egyet csinálni. Hát ugye ennek van némi használatjelei, ezek apró leütések, de mivel ezek síkba vannak és simák, igazából a teló működését nem befolyásolja, ugye ettől nem folyik az olaj semmi. Ezeket a gyűrűket pedig cseréltem, illetve szelvizeltettem a telót is, tehát ettől működik egy teló, nem szép, nem jó. Van, aki erre már fújjog, de én meghasználom. Na, jó, még egy apróság. Eddig télen ezt a Finish Line teflonos olajat használtam. Működött, elég könnyen lemosódik, néha kicsit száraznak is érződött fel a hajtás. Viszont, amit múltkor mutattam a kicsomagolásban, végre megjöttek ezek a Makov kenőanyagok. Többek közt ez a C3 Keramik Lube, tehát a kerámiás olaj, amit esős körülményekhez ajánlanak, és ez nagyon jó. Azt kell mondjam, hogy megérte abszolút az árát. Nagyon-nagyon-nagyon érezhető. Megjött az, hogy megkentem a hajtást, utána szárazra töröltem, úgy mutattam, ugye féktisztítós rongyal is áttöröltem, és úgy pörgött, ahogy már régóta nem, és azóta is tekerés során nagyon-nagyon jól ment a bringa. Tehát abszolút csak ajánlani tudom ezt a Makov kerámiás kenőanyagot, ugye nem olaj, jók ezek már hivatalosan. Jó, és akkor térjünk is hát arra a témára, ami ugye inkább velem kapcsolatos, meg egészséggel. Ugye írtam az előbbi, jobban mondtam a
múltkori kibeszélős dumagép videómba, hogy aszmás voltam, és ugye írta egy kommentelő, hogy hát ő nem érezte, amikor ugye, nem tudom, hogy akkor együtt tekertünk-e, vagy csak követett, hogy fölfelé is elég jól megyek. Nos, tehát én gyerekként olyan, próbálom rövidre fogni, jó, meg nem annyira magamról szóljon, hanem talán egy következtetés lehessen vonni belőle. Tehát gyerekként 7-8 évesen sajnos én már éjszakákat kórházban töltöttem, mert fulladtam. Attól, hogy a többi sráccal együtt elmentünk és feküdtünk a fűbe az autópályaparkolónál. Folyt az orromvér elég sokszor. Hamar megismerkedtem a diafilinnel és egyéb ilyen szerekkel. Elvittek ugye akkor allergiateszt, és ugye végigszúrkálják az ember karját, és gyakorlatilag a 10 szúrásból 8, úgymond 6 keresztes allergia volt, tehát a legmagasabb szint, azok a kis szúrások, azok ilyen nagy vörös foltokkán jöttek, tehát így indultam gyerekként, kövér voltam, stb. Arra emlékszem, hogy ennek is a folyamányaként elég hamar elvittek úszni, ez gyerekként elég traumatikus volt, a meleg klóros víz alatt, se baj, megtanultam úszni. Aztán jött a sport, ugye röplabdáztam általános iskolába, és ugye ezt folytattam középiskolába is, illetve utána főiskolán, amikor igazán volt időm, energiám és már pénzem is ugye mountain bike-ozni, akkor ugye XC-be versenyeztem, amihez nagyon jó alapot adott az, hogy a főiskolán úszni is igazán jól megtanultam, tehát hosszú lélegzettel, búvárúszással. Emellett jártam aerobikozni, ami egy nagyon jó mozgáskoordinációs és lazító gyakorlat volt, és ugyanebből a sráccal lejártunk edzőterembe is egy picit súlyzózni. Ezután elkezdtem dolgozni, és amiért így végigmondtam a történet, az, hogy halasztódott ezek közben, hogy mikor megyek ugye katonának, és akkor végül 20 éves koromban jutottam el oda, hogy na jó, akkor katonaság, ha, gondoltam, elmegyek az ismerős szanatóriumba, kikérem az allergialistát, és megmondom, hogy hát ez nem igazán fog összejönni, mert ugye az allergia ilyen szinten az akkor a sorozásnál kizáró tényező volt. Elmentem, végigszurkálták a karomat, semmi. Ugye előtte már éreztem előző években is, hogy azért nincs már igazi baj a lélegzésem, mert elmaradtak azok a tavaszi rohamok, amikor ugye allergiá virágzottak dolgok, ősszel se volt gond. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy a sport miatt, és kinőttem mind az aszmát, mind az allergiát. Tehát amikor kellett volna a sózás, az a jó kis papír, addigra már nulla allergiám volt. Ennyit tudok elmondani, nem tudom, hogy csak ezeknek volt-e, míg arra emlékszem, hogy gyerekként, szintén ilyen 7-8 évesen éppen iskolás lehettem, amikor Pesten a Jánoshegyen valamilyen szanatóriumban voltam 4 hétig. Azért ez egy kisgyereknek nem volt egy eléggé traumatikus élmény volt ez is. Ha jól emlékszem, akkor valami Zaditen nevezetű gyógyszert kaptam ott egy kúra formájában, ez akkor azt hiszem újdonság volt, nem tudom mit csinál, nem tudom ma létezik-e. Valószínűleg ez is segített, tehát ennyit tudok mondani, hogy igen, aszmás voltam, igen, nagyon súlyosan allergiás voltam gyerekként, de talán fiatalon kapott megfelelő kezelés miatt, megfelelő sport miatt, tüdőre, ugye úszás, majd később a mountain bike, ezek segítettek abba, hogy azóta gyakorlatilag 15-6-8 éves korom óta egy egészséges fiatal, illetve felnőttként tudom élni az életemet. Van, aki rosszabbul jár, kedves barátom, ő gyerekként nagyon sportos, nagyon ügyes volt, most idősek korára pedig bántja az allergia, de pocakja is megvan hozzá. Szóval szerintem ezek a dolgok azért erősen összefüggenek. Jó, ha van ismeretségetekben olyan, aki allergiával, aszmával küzd, esetleg gyermeke
küzd, akkor ajánljátok neki ezt a videót, hát ha ad egy-két támpontot, hogy merre érdemes elindulni, talán ad egy kis reményt. Na, ennyit mára, a péntek különleges kiadásába. Marha jó idő van, élvezzétek ti is a tavasz időt, én megyek tekerni. Strezi voltam, sziasztok!